Sziasztok, Sóki vagyok. A mai napon a Typhoon GS2-be fogok legyártani egy levezető vattakorongot. Nagyon sokunknak gondot okozott a kis PTFE levezető csövekkel való bánásmód, mivel nagyon érzékeny a vattának a mennyiségére, tömörségére, arra, hogy mennyire rakjuk bele nagyon sok mindenre, még a hosszúság is nagyon sokat számít. Úgyhogy többen is próbálkoztak ilyen vattakukacos, meses, meg egyéb ilyen levezetésekkel. Ezek működhetnek ideig, óráig, viszont szerintem nem hozhatnak olyan hú de jó eredményt, nem erre találták ki. Én nekem a fémszövet levezetős rendszer az bejött, az működött, nagyon sokáig azzal használtam. Viszont a PTFE levezető csövekből én vettem ilyen szűkebb keresztmetszetűt, meg mindenféle fajtát, és nem igazán jöttek be. Nekem egy dolog jött be, ez a vattakorongos megoldás, viszont én a legtöbb esetben Fiberfix vattát használok, amiből nem szeretek pazarolni, úgyhogy egy megoldást kellett erre találnom. Én személy szerint a Fiberfix-ből, egy vattakukacból építek egy korongot, és utána azt lötyizem be. Ebben a videóban ezt szeretném nektek megmutatni, hogy én ezt hogy csinálom. Ez egy működőképes módszer, részben azért ki kell tapasztalni, részben vannak vele, lehetnek vele problémák, nem elég a vatta, nem jól rakja be az ember, STB, STB, STB. Viszont nekem ez a módszer vált be eddig a legjobban. Én ezt használom, és teljesen jól működik. Bubisodni teljesen jól bubisodik. Egy nagyobb puffert kapok az egésznek a tetején, ami nekem egy kicsit jobb. Valamennyire leszűkíti a kazánteret is felső részben, és nekem ez teljesen jól működik. Tehát akkor következzen ez a felső vattakorong puffernek az elkészítési módja. Még annyit szeretnék mondani, hogy ezt egy kicsit nyomorék módon fogom tudni megmutatni. Kisebb fajta gondjaim adódtak a kamerának az elhelyezésével, úgyhogy nem tudom mennyire vagy mi fog belőle látszani, de remélem látni fogjátok, amit kell, és jól fogjátok látni. Mint már említettem, Fiberfix-et használok, ez a number one-os Fiberfix, a puha fiber. Ez volt egy előző, de én egy újabb adagot fogok ehhez tépni most. És akkor tépkedek egy picit. Jó. Ez nekem bőven jó lesz. Igaz. Tehát nekem ez így néz ki alapjáraton, amikor elkezdem. Fogom, és elkezdem összenyomni, szép húzni, szép egyenletesre, úgy, ahogy kell. Jó. Vatta mennyiséget Jasper kb. Belőttem, nekem egy ilyenre van szükségem. Tankot leszedem. Diptitokkal vonóval félrakom. És előveszem a ötyit, amit én használok. Ez egy 70-30-as szolúb folyadék. Az Eagle Vaporsból eltaláltam a aromás palackot. Fogok egy zsepit. Törölgetek. Leszedem. Nos, hát ez körülbelül így fog kinézni. És ilyen lesz a végeredmény.
franc. Ezt én most félre is rámolom. Ebbe a kis részbe kell úgy beépítenem, hogy magát a felvezetést azt negátolja, a bubikat negátolja, viszont fogja vissza a folyadékot. Nos, kezdésnek elkezdem megnézni, hogy elége, jó. Nekem ez teljesen jó lesz. A mennyiség belövése egy kicsit körülményes, de az ember egyszer eltalálja, akkor jó lesz. Nos, megpróbálom mutatni. Hát, beleépítettem így az elejét. És akkor most jön az első számú trükk. Elkezdem belötyízni. Ott félre. Picit akár meg is tekerhetem. Vattát. Egy kicsit összébb megy. Gyere, pici. És akkor... Az a lényeg ennek a módszernek, hogy folyamatosan lötyizek. És a belötyizett részt nyomom be a sarokba. Csipesszel. Ezzel ilyen löcsisen alakítom. És úgy tudom alakítani, ahogyan én szeretném. És így szépen körbe-körbe belövöm a helyére. Közben figyelek arra, hogy a középső részt azt ne tömjem el. Illetve néhány próbálkozás alatt, már igazából az első próbálkozás alatt is be lehet azt úgy lőni, a vattának a tömörségére kell nagyon odafigyelni. Mivel a túl tömör lesz, akkor nem fogja átengedni a lötyit, nem fog rendesen felbubisodni, nem fogja lehúzni a lötyit. Ha túl laza, akkor meg egyszerűen átengedi a lötyit. Ami nekünk nem lesz jó. Most értem el arra a pontra, hogy megnézitek, elkezdett kijönni a vájadból. Én ezt itt most elkezdem szépen és hosszan, szépen egyre vékonyodó részben én itt ezt levágom. És hát körülbelül egyre vékonyodó részbe, arra törekedve. Ez a darabka nekem még jó lesz majd valamikor máskor, más valamire. Akkor...
itt szépen beledolgozzuk. Na most ez nekem még egy alattalan kilógó valami megtűnik. Viszont én azt meg tudom csinálni, hogy majdnem abban a síkban, ahol nekem a kupakon van, szépen végigvágom. Egyszerűen a fölös részeket azt eldobom. Ezek a kitüremkedő részek, meg az a pár csepp folyadék, az nekem megéri azt, hogy ez jól legyen beüzemelve. És akkor látható, ebből egy kicsit sok lett a vattam. Nem pedig ezt a belső, nekem nem kellő részt, egyszerűen kivagdosom. Legtöbb vapernak van ilyen mini kis ollója, vagy valamilyen, mivel ezeket a nem kellő vattadarabokat ki tudják vágni, ki tudjuk vágni. És el tudjuk dolgozni. Jó, tudom. Ez is egy kicsit merül a alkalmatosság. Még valamiről oda kell figyelnem. Méghozzá arra, hogy itt ezen a peremen, és a peremen kívül ne legyen semmi. Azért, mert amikor ezt az egészet így belecuppantom a kis kütyübe, magát ezt a vatta pamacsot így egyszerűen kihúzhatja belőle. Úgyhogy ezt is odébb kell rakni. Egyszerűen betömködöm ide az oldalába. És akkor most itt tartok. Hát én most ebből újra vagdosni fogok egy picit. Mert ez egy ilyen játék. És akkor én úgy döntöttem, hogy készen is vagyok. Picit talán kilóghat.
fölülről is megmutatom. Ez hogy néz ki. Nagyon fontos, hogy amikor a tekerésre rárakom, én ezt úgy szoktam megcsinálni, hogy magára ennyi visszaszítem. Jó. Egy. Tehát, hogy a két levezető rész, ahol van a tekerésemnek, az az áthidaló vatta része, oda fog hozzáérni nekem ez a levezető vattám, és a lyukakat arra fogom rá pozícionálni. Tudom, hogy látszik-e. Ez nekem teljesen jó is lesz. Rendben. Még egy utolsó feladatom maradt. Tank betölt. Töröl. Most ennyi lett volna ez a rendszer. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!